Köszöntöm az Oxygen Music nézői, Csarek Zsuzsa vagyok, most jönnek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Meg kell hajtanunk a fejünket hősi halottaink előtt is, akik az első vagy a második világégés alatt áldozták fiatal életüket a hazáért. Erről Győr alpolgármestere beszélt a halottak napja alkalmából tartott megemlékezésen. Radnóti Ákos emlékeztetett, városunk 5 korábbi vezetője alussza örök álmát a Nádor városi köztemetőben, ahová a következő napokban látogatók ezrei érkeznek, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Gyertyákkal, virágokkal telnek meg a temetők október utolsó, november első napjaiban. Ebben az időszakban mindenki elhunyt szeretteire emlékezik, amikor a könnyeknek is helye van, mondta el a Nádorvárosi köztemetőben tartott megemlékezésében Győr alpolgármestere. Ma ünnep van, ma sírhatunk, írja Adi. És valóban ez az az idő, amikor helye van a könnyeknek. Olyan cseppeknek, amelyeket a pislákoló gyertyafényben felsejlő emlékek csaltak elő. A csend pillanatai ezek. A néma tiszteleté, amit elhunyt rokonaink, barátaink iránt érzünk, szívünkben soha el nem múló fájdalommal. Ilyenkor érezzük meg valójában, mit is veszítettünk el ismerőseink halálával. Radnóti Ákos úgy fogalmazott, ilyenkor egy kicsit újra gyerekké válhatunk, hiszen érezzük azok közelségét, akik mindig is fontosak voltak számunkra. Újra érezzük anyáink ölelő karját, apáink gondoskodó tekintetét, nagymamáink szorgos kezeit, nagyapáink meséit. Ettől pedig újra gyermeki biztonságban érezzük magunkat. Néhány pillanatra ismét kisgyerekké válunk, aki szégyenérzet nélkül ejthet néhány könnycseppet. Ma ünnep van, ma sírhatunk. Az alpolgármester kiemelte, kötelességünk fejet hajtani azok előtt is, akik sokat tettek a városért. Ebben a temetőben alussza örök álmát városunk 5 korábbi vezetője. Kolozsvári Ernő, Venesz Jenő, Farkas Mátyás, Cechmeister Károly és Szauter Ferenc, akik sírjánál elhelyezzük majd a megemlékezés virágait. Meg kell hajtanunk a fejünket hősi halottaink előtt is, akik az első vagy a második világégés alatt áldozták fiatal életüket a hazának. Gyújtsanak egy-egy gyertyát mindenkiért, aki már nem lehet itt velünk. Így tettek a megemlékezés résztvevői is, akik a hősi halottak emlékművénél rótták le kegyeletüket. Idén 10. alkalommal ismerte el a Győri Balett egyik táncművészének kimagasló teljesítményét az Audi Hungária. A minőségi táncművészetért díjat ezúttal Luigi Iannó vehette át a Skarlát betű pénteki premierje után. Az olasz származású táncművész 2015 óta tagja a társulatnak. A szombati előadás után a Cardirex egészségügyi központ Cardirex díja talált gazdára, amelyet ezúttal Szent Iványi Richárd táncművész kapott meg. A tulajdonosok 20 évvel ezelőtt alapították a kitüntetést, így az évforduló kapcsán Csepi Alexandra dramaturg, Velekei László igazgató-koreográfus alkotótársa is kapott díjat. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy nővel szemben, aki csaknem 2 millió forintot vett fel mozgáskorlátozott gondozottja a bank számlájáról. Mindezt úgy, hogy lopás miatt kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztését töltötte. 2021. januárja és 2022. decembere között a PIN kód ismeretében több mint 4 millió 300 ezer forinthoz jutott hozzá, csaknem 2 millió forinthoz azonban megbízás nélkül. Az ügyészség a nővel szemben információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, a büntetési tétel 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Az érdemi döntést várhatóan a győri járásbíróság fogja meghozni az ügyben. Még idén is 100 000-eket érint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évvégi fordulója. A kampány csütörtökön kezdődik, az új tarifákat is legkésőbb eddig ki kell hirdetni. Az érintett győri autósoknak is 1 hónapjuk lesz az esetleges váltásra. A meglévő szerződéseket december 1-én évfélig lehet felmondani, eddig kell megkötni az újat is. A többségnek 10-15%-kal magasabb díjjal kell számolni. Az évvégi kampány 850 000 gépjárművet, köztük csak nem 450 000 személygépkocsit érint.
A sortűz áldozatairól emlékeztek meg Mosonmagyaróváron csütörtökön. 1956. október 26-án a városban golyózápor fogadta a határőr laktanyához érkező fegyvertelen tömeget, több százan meghaltak itt. A kegyetlen sortüzet a Mosonmagyaróvári képviselőtestület 1999-ben városi gyásznappá nyilvánította. Hely tulipán, tulipán, az életem nem vidám, édes íze keserű, ritka vendég a derű. A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos gimnázium és kollégium diákjainak ünnepi műsorával emlékeztek meg az 1956. október 26-ai Mosonmagyaróvári kegyetlen sortűzről csütörtökön. 56. október 26-án a városban golyózápor fogadta a határőr laktanyához érkező fegyvertelen tömeget. Mind a mai napig nem tudni pontosan hányan haltak meg. A 67 évvel ezelőtti kegyetlen sortűzet a Mosonmagyaróvári képviselőtestület 1999-ben városi gyásznappá nyilvánította. A emlékezésen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, 1956-ban a magyar nemzet hosszú idő után újra a saját kezébe vette a sorsát. A miniszter kiemelte, 56 nagy tanulsága, hogy Magyarország sorsáról Magyarországon kell dönteni. Azok, akik birodalmi álmokat kergetve a geostratégia nagy játszmáit játsszák a térkép mellett, azoknak mindig számítaniuk kell arra, hogy nem csak térképe táj, és hogy Magyarország időről időre csodákat művel. Azért állhattunk mindig a megszálló birodalmak sírjánál, mert nem adtuk fel a szabadságunkat, és mindig képesek voltunk, vagyunk, és leszünk küzdeni. Az áldozatokért imád Kapui Jenő kanonok mondott. 56 forradalmai szabadságharca, az ordidők fénye csillaga volt. Kérünk, őrizd meg a csillagot, hogy belőle erőt merítve, magyarságunk és hitünk igazabb és őszintébb legyen. Lelkünk bontott, oltottad a szabadság eszméjét, és akiket itt ért a gyilkos golyó, ők sem akartak többet, mint szabadok lenni. Szabadon élni, szabadon beszélni, szabadon hinni. Köszönjük a hősök példáját, akik szabadságért, nemzet érdekeinkért éltek, haltak, egy szebb, boldogabb magyar jövőt remélve. Az eseményen a résztvevők koszorúkat helyeztek el a mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak, Rieger Tibor Kossuth Díjas szobrászművész által készített emlékművénél. Németh István, Dragovec Imre. Budapesten hősi halált halt. Nem lesz ivóvíz kedden ötevényen. A Pannonvíz tájékoztatása szerint, ha az időjárás lehetővé teszi, egy főnyomó vezeték egyik szakaszát újítják fel, ezért a szolgáltatás 8 és 11 óra között szünetelni fog. Mint közölték, a szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. Véget ért az őszi írásbeli érettségi Győrben, és országszerte több mint 20,500 diák vizsgázott. A feladatok és javítási értékelési útmutatók már elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján. A szóbeliket november 9-e és 24-e között tartják. Értékes helyezésekkel tértek haza a győri Széchenyi István Egyetem backgammon játékosai a harmadik alkalommal Belgrádban megrendezett nemzetközi versenyről. Az intézmény két hallgatója, Horváth Máté és Kis Dominik, a harmadik és a negyedik helyet szerezte meg az egyik versenysorozatban, míg oktatójuk Máté Rihárd a második helyen végzett a profik között. A nemzetközi szereplést követően hamarosan ismét hazai pályán játszanak majd az intézmény versenyzői. A harmadik Széchenyi backgammon kupát december 2-án tartják. Az óstáblaként is ismert játék 2021 óta választható kurzus az egyetemen, és nagy népszerűségnek örvend. További friss híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Kedden hideg front alakítja időjárásunkat. Kezdetben néhol, majd északnyugat-nyugat felől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Élénk erős lesz a délies szél, amely délután északnyugatira fordul.
A reggeli 15 fokról délután 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán elvonul a front, délután azonban délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. A hajnali órákban 8 fokot mutathatnak a hőmérők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Csütörtökön felhők szűrhetik a napsütést, a Dunántúlon többfelé erős, északnyugaton helyenként viharos lesz a szél, reggel 7, míg délután 16 fokra számíthatunk.